kísérletben a kémcsövekben lévő szintelen folyadékokat kell azonosítanunk. Mik találhatóak ezekben a sorszámozott kémcsövekben? A kémcsövekben lehet ezüstnitrát oldat, nátriumhidroxid oldat, vagy nátriumkarbonát oldat. Mit használhatunk a kémcsövek tartalmának azonosításához? Rendelkezésünkre áll salétromsav oldat, sósav, illetve ammónia oldat. A három vegyszer közül nekünk sósavat kell használnunk. Öntsünk kis mennyiséget az első kémcsőhöz. Ha összerázom a kémcsövet, látszik, hogy nem történik szemmel látható változás a kémcső belsejében. Nagy valószínűséggel ebben a kémcsőben volt a nátriumhidroxid oldat. Most öntök egy kis sósavat a második kémcsőben lévő folyadékhoz is. És látszik, hogy fehér csapadék keletkezik. Ez a fehér csapadék pedig az ezüstklorid csapadék, tehát ebben a kémcsőben volt az ezüstnitrát. És akkor már tudjuk, hogy mit várunk a harmadik kémcsőben, de öntsünk egy kevés sósavat ehhez is. Óvatosan, és már is látszik, hogy pezsgést tapasztalunk, széndioxid gáz fejlődik. Hoppá! Tehát ebben a kémcsőben volt a nátriumkarbonát oldat. Lássuk a kísérlet magyarázatát. Láttuk, hogy az első kémcsőben nem volt szemmel látható változás, tehát ebben a kémcsőben volt a nátriumhidroxid oldat. A nátriumhidroxid oldathoz sósavat csepegtetve savbázis reakció megy végbe, az ionegyenletet itt láthatjátok. A második kémcsőben fehér csapadék keletkezett, tehát ebben a kémcsőben volt az ezüstnitrát oldat, mert hogy az ezüstnitrátból származó hidratálódott ezüstionok és a sósavból származó kloridionok ezüstklori csapadékot képeztek. A harmadik kémcsőben gázfejlődést tapasztaltunk, tehát ebben a kémcsőben nátriumklorid oldat volt, az egyenletet itt láthatjátok, a magyarázata a reakciónak pedig az, hogy a hidrogénklorid erősebb sav, mint a szénsav, ezért azt sójából felszabadítja. Első lépésben szénsav keletkezik, ami egyensúlyi folyamatban széndioxidra és vízre bomlik.